magos szervezet már a Jobbikkal keresi az együttműködést. Ez derül ki abból a levélből, amit hat megyei elnök írt még tavaly novemberben a Fidesz elnökének. A helyi vezetők ebben arra is felhívják a figyelmet, hogy pénzügyi visszaélések miatt vizsgálják a szervezetet, valamint azt is írják, hogy Jakab Istvánt és Budai Gyulát szabálytalanul választották meg elnöknek, illetve szövetségi igazgatónak. Fornak az indulatok a Fidesz szövetségesénél a Magosznál. Egy az ATV birtokába került belső levél szerint, még tavaly télen több megyei elnök is Orbán Viktorhoz fordult a szövetségen belül tapasztalt visszánságok miatt. Itt a magyar vidék. A hat megyei elnök által jegyzett levélben arra hívják fel a Fidesz elnökének figyelmét, hogy szervezetük 2007. december 1-én megtartott küldőgyűlésén választási csalást követett el Jakab István elnök és Budai Gyula szövetségi igazgató. Az eredményt később megtámadták, és a fővárosi ítélőtáblán pert nyertek, de az ítélet végrehajtása helyett 2009-ben egy újabb küldőgyűlésen már szabályosan, minimális létszámmal megerősítették tisztségüket a jelenlegi vezetők. Kerestük a megyei elnököket, ők azonban a kampány hajrájában nem kívánták kommentálni a levelet. 2007. december 1 napjától kezdődően 2009. júniusáig nem működött törvényesen a Magosz. Helmeci László ügyvéd, a Szabolcs megyei baráti kör elnöke szerint a levélből az is kiderül, hogy a pénzügyi visszásságok miatt már az ügyészség is vizsgálatot folytat a Magosz ellen. Segítséget kértek a megyei vezetők, hogy miniszterelnök, hogy tessék valamit csinálni, elmennek a gazdák. Ugyanis csalódtunk. Ez a mostani magoszos vezetés, nem akarom szó szerint idézni, mert láttam a levelet, ez nem egész úgy bánik ott dolgokkal, ahogy kellene, a gazdákkal. A szervezet elnöke úgy látja, szabályos volt minden az újraválasztás körül. A Helmeci úrnak mi köze a Magoszhoz, én a magam részéről lezártam. Gondolom megnézték a bírósági bejegyzéseinket. Gondolom elég egyértelmű, ha felkereket közjegyző irodát, hogy járjon el, nehogy véletlenül bárkit vádoljon. A levélből az is kiderül, hogy több megyei szervezet még kivár, de vannak olyanok is, akik már a Jobbikkal keresik az együttműködést. Az ATV-nek több név nélkül nyilatkozó megyei vezető is elképzelhetőnek tartja, hogy felveszik a kapcsolatot a Jobbikkal.